A magyarországi németek életében a hit mindig is fontos szerepet játszott. Mivel azonban a kisebb településeken nem voltak német nyelvű szentmisék, a vallásgyakorlás terén a hívek nagy része elmagyarosodott. Pécset kezdetben a dzsámiban, majd a Jézus szíve templomban, később pedig a ferences templomban mutattak be német nyelvű szentmiséket. A pécsi egyházmegye német referatúrája, a magyarországi németek országos önkormányzata és a pécsi német önkormányzat a közelmúltban közösen kezdeményezte, hogy a német nyelvű szentmisék új időpontra és új helyszínre kerüljenek. Göller Galambos Ferenc, ő azt gondolom, hogy Pécset azért elég ismert név, és ő tartotta annak idején még a német miséket a belvárosi templomban, a dzsámiban, illetve utána nagyon sokáig a Kelepali bácsi, és azt gondolom, hogy Pali bácsihoz köthető így az is, hogy az ő halálát követően aztán a német misék akkor így abban maradtak, és akkor próbáltam én is személy szerint belefolyni ebbe az egészbe, és igyekeztünk megint visszahozni ezt a német misék hagyományát. Abban az időben még vasárnap, tehát hetente vasárnap voltak a német misék, alapvetően fő mise időben, úgymond 10 óra körül. Aztán miután megszűntek, akkor a Piuszban tudtuk újraéleszteni a német miséket, mégpedig havi egy alkalommal. És azt az iskola, tehát a Kofaléri Iskola Központ szervezésében gyakorlatilag diákmiséként indítottuk újra. Hát olyan 60-70 fős létszámmal, és azt hiszem, hogy ez egy évig folyt így, mire volt egy egyeztetésünk az akkori püspökkel, udvardi püspök úrra, és a ferencesek templomába kerültek a német misék. Ott egy picit visszaesett a létszám, de hozzá kell tennem azt is, hogy ott a pandémia is elég erőteljesen közre játszott ebben a folyamatban, és most a végére, amikor végül is eljöttünk a ferencesek templomából, mert ismét volt egy egyeztetés az új püspök úrra, felföldi László püspök úrra, ő pedig azt a javaslatot tette, hogy ha mi lenne, hogyha a székesegyházba kerülnének át a német misék, és a teljes delegáció igazából örült ennek a lehetőségnek, nem csak azért, mert a székesegyház azért talán még emeltebb hangulatot tesz lehetővé, hanem azért is, mert technikailag egy olyan lehetőséget kaptunk, hogy egyrészt közvetítésre kerülnek a szentmisék a püspökség YouTube csatornáján keresztül, másrészt felvételről is vissza lehet nézni ezeket. Az új helyszínen eddig két német nyelvű szentmise volt már. A januárit a kitelepítettek és elhurcoltak emlékére mutatták be. Ezen az alkalmon összesen csaknem 100-an vettek részt, és távolabbi falvakból is érkeztek a német ajkú hívek. Az idei második német nyelvű szentmise február 20-án volt. A most vasárnapi alkalmon is, hát 70-en, de lehet, hogy még 80-an is voltak jelen. Gyerekek kevésbé, azért voltak néhányan, de én azt gondolom, hogy 10 alatt. Viszont voltak német egyetemisták, akiknek ugye olyan sok lehetőségük nincsen saját anyanyelvükön meghallgatni a misét, úgyhogy én azt vettem észre, hogy a ferencesekben is már egy-ketten megjelentek, és akkor így most próbáltunk egy kicsit nagyobb reklámot is csinálni ezeknek az alkalmaknak, és talán ennek hatására is most már többen voltak. Illetve sokan vannak az idősebbek közül, akik még érzelmileg is kötődnek ehhez a hagyományhoz, de én úgy látom, hogy az iskolából, tehát kollégáim is voltak, de láttam diákokat is szüleikkel, és azt remélem, hogy ez a jövőben így, hogyha már egy stabilabb
beosztása lesz, mert hogy most már az van, mert gyakorlatilag ebben az évben már biztosan tudható, hogy minden hónap harmadik vasárnapja. Tehát, hogyha ezt fixen az ember be tudja rögzíteni, akkor talán stabilabb lesz a jelenlévők köre is. 2022-ben minden hónap harmadik vasárnapján 16 órai kezdettel a pécsi Székesegyházba várják a híveket a német nyelvű szentmisékre.